Hát hello, hello mindenkinek, szevasztok srácok, újra itt vagyunk a DJ FM X műsorában, és pörgetjük a legmenőbb felvételeket. Innétől kezdve nem ez játszunk, de jó magam, Vamuzze, azaz Demeter Csaba, csak itt sehol máshol. A felvétel Gyomaendrődre szól, a legmenőbb sörözőbe, a Csík sörözőbe, a BBQ-ba, sok-sok szeretettel, a legkirályabb dolgozóknak, a Juditnak, a Mesinek és az Aninak, akikkel nem bírni gyerekek! Ja, és persze szól a felvétel a drága üzletkötőknek, a Tamásnak és a Gergőknek, akik, hogyha gyerekek nem lennének, akkor már nem is tudom, hogy mi történne. A legmenőbb sörözőben a figyelj! Gyere, jump! Szól a felvétel a legmenőbb vendégeknek, a Jancsikának, a Rafinak, az Attilának, az Ákosnak, a Dékány Lacinak, a Bogár Tominak, a Gyuszkónak, a Sanyikának, a Pallernek, a Maxnek, a Fruzsinak, a Jóskának, Jászminak, a Bettinek, ja és a Rollinak, és a Bocikának speciálba. Ők gyerekek mindig kötelező jelleggel ott vannak ebben a sörözőben, hiszen tudják, a környék legmenőbb helyszíne és a legmenőbb helye a gyomendrődi királyoknak szól! Én körülbelül vagy 4-5 éve jártam arra, és megszálltunk a mókus szállóban. Hát gyerekek, nem tudjátok meg, hogy mi történt ott. Azt mondtam, hogy soha többé Gyomaendrőd. Körülbelül egy 3 napra vettük ki a mókus szállót, és tele volt szellemekkel. És utána hallottuk egy rá egy év múlva, hogy bezárták a helyet. Mert voltak ott szabolcsiak, és azt mondták, hogy tele van szellemmel. Na Gyomaendrőd soha, figyelj! Sörözőt nagyon-nagyon szívesen meglátogatnám. Reméljük, hogy a közeljövőben lesz rá alkalom, és akkor beugrunk. Mert ugyebár gyerekek, nem csak sörözőről van szó, hanem vannak jó
tudjam menni hamburgerezni, meg ilyesmi, ami a szemszájnak ingere. És kulturált kiszolgálás. Nagyon jó vendégek és nagyon jó eladók. Hát gyerekek, mi kellettél több? Ja, és a legmenőbb zenék szólnak. A Békés megyei királyoknak speciálban! Lobog a szélben a szélzsák, villognak el.